Jó, akkor nem megyek. Mondjuk a... Hát... Még én elröhögöm, de... Bácsi a kisgyerekkel nem biztos, hogy... így röhögne ezen. Meg a kisgyerek. Na jó van, ez ilyen. Maradok inkább itt. Rámuszították a kutyákat. Nem semmi. Hopp. Megvan. Hoppáré. A kutyák. Rámuszították a kutyákat, így fogtam meg a csukát. Hoppá, megtört az átok, Ábel. Ábel, megtört az átok. Ábel. Megtört az átok. Az Easy Shiner és a nagy süllő. Valami puhára. Hova lehetne? Hoztam mindenit neki. Hoppa! Ábel! Ábel! Megtört az átok. Te gyönyörű! Itt az Easy Shiner. Itt az Easy Shiner. Leállalta. Nézd meg! Csoda történt. Belerakom. Kicsit várni kell vele, hogy térjen észhez. Bár nem sokat volt kint a vízből, de már látod, meg is mozdult. Nézd csak! Majd próbálom így, hogy látszódjon. Nézd, de milyen szép. Na, szuper. Hey. Na,
Örülök. Vaj, nagyon cuki kis szálkodva. Igen. Teleszkópos. Kis összecsukható. Igazi kis tuti. Kis pergető. Jaj, de jó. Na, hát... lehet, hogy valami ilyesmi lesz az új merítő. Ugyanaz, mint a Rapala. Kinézetre. Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a csatornán. Szó szerint. Éveken át használtam, és hát egy évig biztos. És ez ilyen tekerős. Könnyűnek ugyanolyan könnyű. Funkcióját ugyanúgy ellátja. Teljesen tökéletes. Jó. Na meglátjuk. Jó, könnyű. Meglepő. Ja. Fasza. Na hát ezzel a gumihallal még soha nem sikerült semmit fognom. Mondjuk azt hozzá kell tennem, ez az Easy Shiner, ugye? Gyorsan fel. Ismerhette mindenki. Ezt hozzá kell tennem, hogy régen csak ezzel horgáztam, Easy Shinerrel, de mióta hoppotta megzavarta a halakat valami. De amióta rákaptam ezekre az inaktív csalikra, dvangra, vagy régebben még tantával is, de most már csak a dvangokat használom meg a sparklit, azóta hát ez így ilyen feledés homályában merült, hogy szépen fogalmazzak, ezek korongfarok. Aztán most újra reneszánszát szeretném, hogy élje pecák alatt, úgyhogy nem is hoztam direkt magammal másik csalit, csak a botot, merítőhálót, halakat így is úgy is visszaengedem. Hát ha elmegy, akkor mindenképpen, ha megvan és merítőhálóba kerül, akkor szintén. Na most itt jött egy pár ilyen ércelődő komment, jóformán nem telik el úgy hét, hogy ne kapnék valamelyik videó alá, hogy hát halljátok, ahogy veszem a levegőt, meg lihegek, amikor megyek, jobban veszem a levegőt. Miért van ez? Hát az egyik az a túlsúlyom, tehát hogy nem vagyok az a vékony gyerek. Soha nem is voltam, tehát erre mindig nagyon odafigyeltem, hogy tartsam magam szinten. Tehát mindig meglegyen ez a, mit tudom én, ez a 20-30 kiló súlyfelesleg rajtam. Ebben komoly munka van, bármennyire is ilyen hangzik, éjszakánként, nasi. Egy kis Pringles, egy kis gyrosz, egy kis pizza, egy kis finomság. De a probléma oka, hogy mutatom, hogy itt a szám, most hozzáértem a számhoz, itt meg a kamera. Értitek? Tehát nyilván más videókban, ahol nem GoPro-val veszik fel ezt az egészet, ott oda leállna most a kamerás, és akkor onnét engem menne kamerával, és akkor nyilván az egy más távolság. Lenne rajtam egy mikroport. Na majd mindjárt megmutatom, mutatok nektek valamit, mert nézzünk be ide a kulisszák mögé. Azt mondja, hogy hát, ha nem hívnak pont közbe. Na. Na most így nézek ki, hát hajam is milyen, tudom, így áll a pánt, itt van rajta ez a szivacs, na most amióta ez a szivacs rajta van a kamerán, nem tudom mennyire fogja visszaadni a tükröződés miatt a GoPro, de amióta ez a szivacs rajta van a kamerán, azóta sokkal tisztább minden haj, mivel a szélnek a zaját, az kiszűri ez a szivacs a GoPro-ról. Tehát ez alatt a GoPro van, GoPro 10-es, itt van alatta, látszik is, hogy itt villog, most éppen vesz. De hogy ez miatt sokkal tisztábbak a hangok. Na most, mivel ez mellé, ugye, mint mondtam is, hogy a nasik és ez az amaz hozzájárulnak a plusz kilókhoz, 10 centire van ez a kamera a számtól, ezt is elmondtam már, nem baj, ismétlem egy kicsit magamat, most ezen az oldalon, amelyek erre sosem mentem, odaig elmegyek, mert a zsilipnél visszajövök.
Ezért ilyenkor, amikor nagy levegőt veszek, vagy sóhajtozok, vagy izgulok, mert ugye szoktam izgulni is horgászat közben, bármilyen meglepő is, ezért aztán 10 centire lévő kamerán lévő mikrofon minden egyes ilyen hangot is vesz. Ha raknátok a fejetekre horgászat közben, vagy sétálás közben egy ugyanilyen kamerát, és rajtatok is lenne egy annyi súlyfelesleg, mint rajtam, akkor ez ugyanúgy hallatszódna. Úgyhogy ezeket nem direkt csinálom. Hát, ez velem jár, ezt nem tudom kiszűrni, max ha lefogynék, de ha lefogynék is ugyanúgy venném a levegőt egyébként. Lehet, hogy nem kellene akkor a levegőket venni, de vagy nem fáradnék el olyan gyorsan, de igazából, ha ti elkezdtek sétálni a parton, pecáztok, bármi, sétálgattok, felmentek egy emeletet, ugyanúgy veszitek a levegőt, csak az nincs rögzítve. Jó, szóval ezzel most így lehet viccelődni, hogy miért hisztál el, meg miért ettél ennyit, meg miért így, meg úgy, azért, mert jó esett. Na jó. Álom, édes álom, milyen jó videó lehetett volna ebből. Na úgyhogy ezért vannak ezek. Volt, aki már kérdezte, hogy kiszúrta, bár még nem nagyon volt hirdetve sehol, hogy a logóban benne van a nincsebbehal.hu cím, és hogy mi lenne, mert látott ott írásokat, ez az amaz. Hát ez még egy nagyon kezdeti stádiumban lévő weboldal, mini webshop, blog, bárhogy is lehessen ezt hívni. Sok minden ráillik, mindent szeretnék úgy egy helyen, de úgy semmit sem igazán. Mármint szeretném, ha ott lennének termékek, de nem akarom, hogy ez egy olyan webshop legyen, ahol... Na nem én akarom a halkatraszt újra formálni. Maradjunk ennyibe, egyébként ez egy nagyon jó weboldal. De azokat a termékeket, amiket én használok és láttok a videókban, mivel építettem rá egy vállalkozást, vagyis egy meglévő vállalkozást kiegészítettem vele, ezért úgy gondoltam, hogy miért ne tőlem vegyétek azt meg, miért ne én élvezzem annak a hasznát, hogy segítek nektek, és ti szeretnétek azzal pecázni, amivel én, szeretnétek olyan gumihalat venni, amit megvehettek tőlem is, nem kell mástól, vagy megvehetitek mástól is, csak ezzel támogatnátok engem, de nem úgy van, tehát nem mondtam fel a munkahelyemen, semmilyen nem történt, csak gondoltam egy ilyet, hogy ha már ennyi megkeresés érkezett az irányomba ezzel kapcsolatban, ez nem én volt, semmi köze nem volt a halhoz, ennyi megkeresés érkezett az irányomba ezzel kapcsolatban, hogy honnan tudjátok ezt megvenni, nagyon jó kapcsolatot építettem, vagy ápolok szerintem a Bullfishing Store-ral, nagyon jó fej az Ábel, akivel is szoktátok a kapcsolatot tartani, vagy akit is szoktatok látni képeken, videókba. Nagyon korrekt srác. Mr. Dwang is, hát az nagyon, nagyon jó arc, nagyon csipom. Úgyhogy gondoltam az ő támogatásukkal egybekötve, hogy ez az egész így megvalósul. Szóval nincs ebbe hal.hu. Lesznek ott, amikor leírom a gondolataimat, mert miért ne írhatnám le, véleményeimet, lesznek ott hírek, lehet csinálunk majd pergetőversenyt, az oda felkerül, mostanában lesz egy csónakos pergetőverseny, annak is az információi fent lesznek, lehet, hogy lesz nyáron valami ponyfogós dolog, nem tudom még nem tudom, vagy közös pecákról, vagy élményekről, szóval tudjátok, ez ilyen, úgy is szoktam, már volt, aki észrevette, hogy is szeretek beszélni, szóvá is tette, hogy elég sokat dumálok, meg elég sok a mondandóm, meg a véleményem, sokan tudtok vele azonosulni is, úgyhogy ja, úgy oda úgy tudok írni is, nem csak itt mondani, amikor úgy, hogy van kedvem valamiről. Szóval ez ennyi és nem több. Egy blog, egy mini webshop, egy valami. Vannak fent van Flowcarbon, kapásjelző, Swinger, Rodpod, Easy Shiner, Dwang, zsinórok lesznek fent. Shimanóval is beszélek egy-két dologgal, hogy lehetne ott. Nem sok minden, csak az, amit így tényleg használok, és már próbáltam ezt így. Szóval így, ja. Nem akarok egy ilyen nagy bazárt oda, csak
Csak így úgy olyan kis fainat. Aztán, hogy később mi lesz ott, vagy hova növi ki ez az egész magát, hát ezt legalább annyira nem tudom én sem, mint ti, de most ez így jó ötletnek tűnt, és ezt örülök, hogy sikerült megvalósítani. Hát, ha tetszik, akkor örülök neki. Remélem, minél többetöknek fog tetszeni, mint ez a merítőháló, egyre jobban tetszik. Nagyon jó. Ezt érdemes lesz erről még tovább beszélnünk. Biztos láthattátok ezt egyébként már a Kirillnél is volt ezt tesztelve. Akitől most így, hát félig meddig nyilvánosan, elég nyilvános ez. Elnézést is kérek, mert múltkorában volt egy videónk, egy milléres videó, és mondtam neki, hogy ne úgy vedd ki a vízből, mint ahogy a Kirill szokta. Hát jó, nem volt szép dolog ezt így megjegyezni. Tudom, hogy kapja az jobbról-balról ezt az egész sztorit. Na, fú, most ebbe belemegyek, ebből nem jövök ki sehogy, mert akkor most fogni kellene valakinek a pártját, ugye? Állást kéne foglalni a dolgok mellett, hogy ez hogyan is történik, vagy mi is az én véleményem, hova is állok, akkor melyik oldalra. Ugye Fradi Újpest, Fidesz, vagy baloldal, vagy itt, erről szól jelenleg most az országunk, tehát itt mindenkinek állást kell foglalni minden irányból, irány felé. Nyilván nem akarok én ebből, eddig se volt egy divat az, hogy ilyen szinten állást foglaljak dolgok mellett, felett, előtt, mögött, bármi. Szóval, hogy ezt így beleálljak dolgokba, vagy kényes témákba, vagy emberekbe. Úgyhogy szeretnék, na várja mindjárt, mégiscsak így kéne ezt csinálni, nem? Szeretnék elnézést kérni, szia Kirill, hogyha nézed a videót, a beszólásomért. Nem szeretnék, bár nem ismerjük egymást, mert soha nem is beszéltünk, nem is kommenteltünk egymást, de szerintem nem biztos, hogy orgászatnak arról kéne szólnia, hogy megmutatjuk, hogy ki hogy áll bele a másik, úgyhogy bocsi, ne haragudj, későbbiek folyamán egy kicsit jobban odafigyelek, hogy mit mondok, meg mit nem. Na, ez körülbelül ennyi. Pillanat, visszaveszem a fejemre. Szóval, ja, nem gondolnám, hogy nekünk ugyanúgy kéne viselkedni, mint ahogy a világ viselkedik jelenleg egymással. Függetlenül attól, hogy egyetértek-e azokkal a dolgokkal, amiket csinál, vagy sem. Ja, ennyi, nem több. Bocs. Ne én legyek már az, aki még egyet rúg beléd, amikor majd, hogy nem egy hajóba evezünk, vagy nem is tudom, hogy egy hajóba, de egy sportot űzünk. Aztán lehet én is másképp gondolom a pecát, te is másképp gondolod a pecát. De nem kérdezted a véleményemet. Ha nem tetszik, amit csinálsz, akkor nem nézem. Én ezt így gondolom. Hát bocs, ja, ennyi. Nem tovább. Nem akarok erről többet beszélni. Nem is kéne, szerintem. Ez így pont elég volt. Azok meg, akik bazagadnak mindenkit, de közben nézik, azok meg kapják be. Ja. Ez nem növény, ez állat. Opa, itt volt. Hopp. De növény. Na jó van. Elég is ennyit erről. Kész. Menjünk odébb, az már egy másik videó legyen. Túl sok vagyok nektek így is. Na, tudom, a hajam is milyen, biztos nagyon jó áll, elnyomta a pánt. Ennyi volt a mai videó, köszönöm szépen, hogy feliratkoztak a csatornán, sajnos nem tudtam még egyet fogni. Azért jó érzés volt, visszakergettek a kutyák, aztán fogtam így halat. Ja, minden rosszban van valami jó. Nincs ebbe hal.hu. Lesz a sok minden. Sziasztok!